Eheti heti szakaszmagyarázatunkat nem mástól, mint Szegedváros főrabbiától, Markovics Zsoltól fogjuk megtudni. Főrabbi úr, üdvözlöm itt a heti szakasz című műsorban, és kérdezem öntől, mi a heti szakaszunk, és hogy élik meg ezt a heti szakaszt Szegedvárosában. Mózes 5. könyvének kiszóvai heti szakaszát fogjuk felolvasni. Több szempontból is azt gondolom, hogy nagyon fontos a heti szakasz, hiszen ugye szeptember 13-a este beköszönt Rajsa Sónó, beköszönt a zsinagógai új esztendő. És a zsidó hagyományok szerint az új esztendőt megelőző vasárnaptól szokás úgynevezett bűnbánó imákat mondani, ugye ezt Lichesznek nevezzük, ugye már szombat éjszaka éjfélt követően, illetve korán vasárnap hajnalban már szokás ezeket az imagyűjteményeket elmondani, még mielőtt a reggeli imát, a sakriszt elmondanánk. És ebből a szempontból is nagyon fontos a heti szakasz, ugye, hiszen a kezdeti rész az arról szól, hogyha belépnek majd elődeink a Szentföldre, akkor a zsengék áldozatát hogyan kell bemutatni, hogyan kell hálát adni, hogyan kell a köszönetünket kifejezni az örökkévalónak. Majd egy újabb rész arról szól, hogy a zsengék áldozatának bemutatása után hogyan kapnak tizedet a leviták, és hogyan kapnak különböző tizedeket a szegények. Ugye a zsidó hagyomány világában a két, mondjuk úgy, hogy nagy törzs, a két szent szolgálatot végző törzs, a kohaniták, ugye, akik a papi szolgálatát látták el, és a leviták, akik ebben segédkeztek, ők nem rendelkeztek a szó legszorosabb értelmében olyan munkával, mint amit mi ma hétköznapi munkának mondanánk. Nem volt munkahelyük, nem műveltek földet, vagy nem jártak el gyárba dolgozni. Nekik az volt a feladatuk, hogy a szentélyben az evaidás-hakaidást, a szent szolgálatot lássák el. Igen, nem, de ha ezt kellett ellátniuk, akkor ugye jogos a kérdés, hogy miből éltek ők, miből éltek a családtagjaik. Most erről a túra rendelkezik, hogy bizony a kohanitáknak milyen szerepük volt az áldozat bemutatásnál, az áldozatból melyik részeket kapták meg, és most ebben a heti szakaszban rendelkezik arról a szakasz, hogy a leviták és a szegények ebből hogyan részesülhettek. Azok a szegedi polgárok, akik szeretnék meghallgatni az ön heti szakasz magyarázatát, hol és mikor tehetik ezt? Többféle formában tehetik. Nyilván a legfontosabb a Bétnek Neszet, az imaház, a templom, a zsinagóga. Nálunk kialakult egy hagyomány, mégpedig az a hagyomány, hogy péntek este én tartok Dvártairét, tehát én beszélek a heti szakaszról, és a különböző gondolataimat mondom el róla, hogy mit gondolok róla, hogy milyen útravalót ad ez a következő napokra, a következő hetekre. Szombat délelőtt bevezettük azt a hagyományt, hogy bárkinek a közösségből, ha a heti szakasszal kapcsolatban vannak gondolatai, érzelmei, érzései, akkor a tóraolvást követően megállunk, és én az illetőt felkérem, ő kijön ide a tóraolvasó asztal elé, és elmondja a saját véleményét, a saját gondolatait. Péntek esténként nálunk ugyanabban az időszakban van imádkozás, tehát van egy úgynevezett nyári időszak, amikor ugyanabban az időben péntek este 3:45-kor imádkozunk, szombat délelőtt 9 órakor imádkozunk, ez nyilván majd az óra átállítás után változik, amikor majd a téli időszámítás szerint fogunk imádkozni. A Gutenberg utcai székházban imádkoznak, avagy lenne a központi nagy zsinagógában? Most a Gutenberg utcai székházban imádkozunk, egyrészt ugye kezdődik a fesztivál, és ez a zsinagógát nagyon leterheli, szeptember 13-án este, amikor majd a zsinagógai esztendőre is esőne beköszönt, azon az estén fogunk legközelebb a zsinagógába imádkozni. Másrészt más módja is van a heti szakasz tanulásnak, most már egy olyan 8 hónapja vannak tanítványaink, főleg egyetemisták, főleg fiatalokról beszélünk, akikkel heti rendszerességgel, a Rebecennel együtt szoktunk tanulni az én lakásomon, illetve, hogyha többet szeretnének tudni a zsidóságból, a zsidó hagyomány világából, akkor a lányokat, a nőket Gina tanítja, a fiúkat pedig én. Hogy sikerül a zsinagógához csábítani az itt tanuló izraeli diákokat?
Sajnos nem sikerül ide csábítani, hiszen ők külön közösséget alkotnak. Szegeden van a Dáni utcában egy külön Chabad közösség. Az ő feladatuk az izraeli diákok összefogása feladata. Néhány hónappal ezelőtt majd egy olyan 6 hónapon keresztül volt itt egy fiatal rabbi is, aki Amerikából érkezett, többször találkoztunk, elmentem hozzá látogatóba, egy nagyon jó barátság alakult ki egyébként közöttünk, bármilyen furcsa is, de ők külön alkotnak közösséget. Most, ha jól tudom, akkor 2 fiatal bóher, 2 fiatalember jár le Budapestről, pénteken délelőtt jönnek, és vagy szombat éjszaka, vagy vasárnap hajnalban mennek vissza Budapestre. Tehát velük ilyen szempontból nincsen kapcsolatunk. Most az elmúlt hetekben jelentkezett egy pár külföldi hallgató, egy Németországból, egy Svédországból, egy pedig Franciaországból, akik az itteni angol nyelvű, valamint német nyelvű képzésen fognak szeptembertől az egyetemen tanulni. Érdeklődtek a közösség iránt, hogy hogyan vannak az Isten tiszteleteink, milyen zsidó élet van itt, úgyhogy van rá lehetőség, hogy ők viszont ide fognak hozzánk járni. Ha jól értesültünk, akkor a székházban található egy idősek otthona is, akiknek lelkével ön foglalkozik, ha erről tudna beszélni. Tulajdonképpen ez 1948 óta folyamatosan létezik, valamikor szeretetháznak hívták, ma azt mondanánk, hogy idősek otthona, ez egy államilag akreditált otthon, 22 idős bácsi és néni él itt a mindennapi életét, étkezésekkel, nővérekkel, gyógyszerekkel. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a folyamatos és állandó kapcsolat, hiszen egy-két idősebb bácsit, nénét leszámítva, nagy részük nem nagyon tud mozogni, tehát az, hogy őket felhozzuk az Isten tiszteletre, ez sajnos semmilyen tekintetben nem megoldott. Így miután én minden nap itt vagyok, és a feleségem is rendszeresen itt van, hiszen a kóser konyhánk egyik mesdjéki rituális felügyelője, Gina, bejár ő is az idősekhez elbeszélgetni. Szerencsénk van, mert ugye ő beszél jiddisül, van egy-két olyan idős néni, aki Kárpátaljáról származik, és még beszéli ezt a nyelvet, úgyhogy nagyon ragyogó beszélgetőtársra akadtak Gina személyébe. Szintén egy új szokás, és szintén egy új hagyomány, hogy bevezették azt is, hogy nem csak a péntekesti istentiszteletet követő kidusra, valamint a szombati nagy kidusra, hiszen most már 8 hónapja folyamatosan minden szombat délelőtt eredeti csólánt készül, vásároltunk egy csólatgépet, péntek délután jövök be feleségemmel, gyerekeinkkel, segítenek feltenni a csólatet, és szombaton 12:30-re, amire korra végzünk, kész a finom sólát. Tehát nem csak erre a 2 alkalomra készít Gina Barhast, hanem most kitalálta néhány héttel ezelőtt, hogy ő már pedig innét kezdve minden idős néninek és bácsinak szeretne egy-két darab halát csinálni, úgyhogy ennek most nagy sikere van. Nekem megadatott, hogy megboldogult édesapjával, Markovics úrral együtt imádkozhattam annak idején Budapesten. Mit sikerült önnek, a fiának, az ő manginájából, az ő előimádkozásából, az ő dallamvilágából elsajátítania? Hát ugye édesapám Kisvárdáról származik, egy ortodox közösségből, és sok felé vitte őt az élet, de az utolsó 10-11 évében, ahogy ezt a zsidó hagyományok mondják, csűvét, tehát visszatért azokhoz az alapokhoz, amit ő a nagyszülői házban láthatott, és átélhetett, és megtanulhatott. Ugye nagyon hirtelen történt az ő elmenetele, és amikor engem a húgom majd 13 hónappal ezelőtt fölhívott, hogy Zsolt, ha apuval akarsz találkozni, akkor ülj be a kocsiba és gyere azonnal, akkor még abban a nagy szerencsében volt részem, hogy megvárt. Tehát még bemáttam a kórházba, még ott voltam az intenzívem, és tudod, olyan nagyon furcsa volt, mert hogy gépekre volt kötve, tudtam, hogy már az agya halott, már csak a gépek tartják életbe, de ránéztem, és mosolygott. És beszéltünk, illetve hát én beszéltem, ő hallgatott néhány percet,
És akkor ott megfogadtam, hogy amit ő elkezdett, azt nekem kell befejezni, és ebben a hitben és ebben a gondolatban próbálom élni is a mindennapjaimat élni, irányítani ugye a közösséget, hogy bemutatni azt, hogy igenis egy modern világban is lehet tradicionális, hagyományhű zsidóként élni. Én ott akkor tettem azon a halálos ágyon egy esküt, egy nédert, és ehhez az esküvőhöz én kötöm magamat azóta is. Neki egy nagyon különleges dallamvilága volt, ezt nem lehet megtanulni, ugye. Azt mondják, hogy támja volt, íze volt annak, ahogy ő imádkozott, a Betlen térre járt, ugye az utolsó 11 néhány évben, és valahányszor elmegyek, mindig az ott lévők azt mondják, hogy jaj, mennyire hiányzik, mennyire jó lenne hallgatni, hogy ahogy a szavakat ejtette, ahogy hüperölt, ahogy imádkozott. Ma már azt gondolom, hogy nagyon kevesen, vagy egyre kevesebben vannak azok, akik a szülői házból ezt magukkal hozták, és tovább is tudták adni. Ön akkor egy fogadalmat tett, és egyesek szerint akkor nem csak fogadalmat tett, hanem szépen lassan Gámhazár becsúvá. Így van ez? Azt szokták mondani, hogy aki megtért, az nem büszkélkedik azzal, hogy Gámhazár becsúvá, hogy visszatért. Igen, azt gondolom, hogy így van ez. Megfogadtam akkor valamit, megfogadtam azt, hogy ez nem szabad, hogy egy hirtelen dolog legyen, mert akkor csak 2-3 napig tart. Hanem, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra, mindig egy kicsivel többet, mindig egy kicsivel mást, és ez most már folyamatosan tart 13 hónapja, és hát őszintén szólva azért nekem volt egy nagy segítő partnerem, hiszen én egy olyan lányt vettem feleségül, aki rendkívül vallásos, aki Izraelben élt, aki ugye a fiaddal együtt tanult, aki Ninévébe járt Jesivába, Washingtonban végzett egyetemen, és 15 éve ebben a hitben és ebben a szellemben él, tehát azt gondolom, hogy ezt egyedül végezni nem lehet, ehhez kell egy társ. Napokon belül ránk köszönt a zsinagógai új esztendő is, akkor most búcsúzunk úgy, hogy nem csak boldog, békés szombatot, Sabbat Shalomot kívánjunk nézőinknek és hallgatóinknak, hanem ez sem pár mondat még hamarosan ránk köszöntő Rosh Hashanáról, az új esztendőről is, és várunk egy újévi jó kívánságot is nézőinknek és hallgatóinknak. Talán a heti szakasz végéből legyen egy kis tanítás. Mózes tanítómesterünk mond egy nagyon érdekes mondatot. Azt mondja búcsúzóul, hogy 40 év kellett nektek, mármint egy új generációnak, hogy érző szívetek, látó szemetek és halló fületek legyen. Azt gondolom, hogy ennek a hónapnak, az Elul hónapjának, amikor a legközelebb vagyunk a zsidó hagyomány szerint az örökkévalóhoz, és a következő esztendőnek egy rendkívül nemes célja lehetne az, hogyha mi ezt meg tudnánk valósítani. Úgy legyen. Amen. Sana tová. Sana tová. Ometoke. Shabbat shalom.